Akkor, mint ahogy már említettem, az előadásom új címe Dan Brown digitális erődje és a különféle titkosítási módszerek. Biztosan olvastátok a könyvet, vagy hallottatok már Dan Brownról, hiszen nagyon sok sikerkönyvet írt, például az Angyalok és démonokat, vagy a Da Vinci kódot, és emellett a Digitális erőd című könyvet is, aminek a témája nagyban kapcsolódik az előadásomhoz. Röviden a fő részeit szeretném ennek a könyvnek feleleveníteni, hát hogyha az előadás után valakinek lesz kedve elolvasni. Nagyon sok kaland, gyilkosság, szerelem, minden van a könyvben, de a fő téma, amire épül, az arról szól, hogy az USA-ban van egy NSA nevű szervezet, és ennek megvan a technológiája arra, hogy minden e-mailt, üzenetet, bármit el tudjon olvasni. És a problémát az okozza, hogy megjelenik egy olyan fajta titkosítás, amit nem lehet feltörni. És elgondolkodhatunk a könyv olvasása folyamán azon, hogy mi az, amire nagyobb szükségünk van. Arra, hogy legyenek titkaink, vagy pedig arra, hogy hozzáférhessenek az adatainkhoz, ezáltal biztonságban lehessünk. Ez egy filozófiai kérdés, én ezt nem is szeretném tovább latolgatni, hanem az előadás további részében arról szeretnék beszélni, hogy a régebbi, illetve a jelenlegi titkosítási módszerek hogyan épülnek fel, mitől biztonságos, illetve mitől nem az egy titkosítási eljárás. Akkor az előadás ezekre a fő témákra fog felépülni. Először a régi fajta titkosításokról fogunk beszélni, ez lesz a titkosítás rövid története, majd áttérünk a modern titkosításra, itt konkrét példán keresztül fogunk elvégezni egy titkosítási módszert, beszélünk a biztonságáról, és végül fogok említeni néhány alkalmazást is. Tehát akkor a titkosítás rövid története. Hát a titkosítást már nagyon régen használunk, amiről írásos emlékünk van, azok körülbelül 2000 évesek, ezek világszerte megtalálhatóak Európában, illetve Indiában is. Ezeket két fő csoportra oszthatjuk. Az egyik az a felcserélő titkosítás, vagy más néven anagramma írás, a másik pedig a behelyettesítő titkosítás, majd mindjárt ki fogom fejteni, hogy ezek miről is szólnak pontosan. A felcserélő titkosítás, vagy anagramma írás, ugye az a lényege, hogy van egy szöveg, amit titkosítani szeretnénk. Ezt olyan módon tesszük meg, hogy a szövegben szereplő betűket felcseréljük egymással. Hoztam egy konkrét példát is, itt ez a kék szöveg, ezt szeretnénk titkosítani, hogy a kriptográfus nő neve Susan, ez egyébként a digitális erődből vett példa. Nagyon sokféleképpen lehet titkosítani ezt a szöveget, én most azt választottam, hogy minden páratlanadik helyen szereplő betűt előreírtam, a párosadik helyen szereplő betűket pedig mögé írtam, és így ezt az alsó kék szöveget kaptuk meg, ez már egy titkosított szöveg. Természetesen ezt az egy szöveget is már rengeteg féleképpen lehet titkosítani azáltal, hogy keverjük össze a betűket. Én ezt körülbelül kiszámoltam, ez a 3,59×10^20 lehetőség van, ami már ennél a kis rövid szövegnél is rengeteg, tehát szabad kézzel eléggé nehéz feltörni ezt a fajta eljárást. Nyilván attól lesz könnyen feltörhető, vagy nehezen feltörhető, hogy mi az a logika, ami alapján összekevertük a betűket. Hogyha csak találomra keverjük a betűket, nyilván sokkal nehezebb a visszafejtése, de hogyha konkrét algoritmust használunk, mint amit én például most, hogy minden valahányadik betűt előreírjuk, aztán a következő betűket mögé, sokkal könnyebbé válik a feltörése. És ezt egyébként az ókorban is használták, ezt a fajta titkosítást. Itt a képen is pont ez látható. Ezt úgy valósították meg, hogy a szöveget egymás mellé írták egy pergamen papírra,
és aztán ezt a papírt feltekerték egy olyan hengerre, aminek egy valamilyen átmérője volt. És amikor egymás mellé kerültek a betűk, akkor lehetett kiolvasni a szöveget, és hát ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen átmérőjű hengerre tekerték fel a pergament, hiszen más átmérőjű hengernél máshogy kerültek egymás mellé a betűk, ezért csak a megfelelő átmérőjű hengerrel lehetett kiolvasni az üzenetet. A másik titkosítási eljárás az a behelyettesítő titkosítás. Ennek is két fajtája van, először a monoalfabetikusról szeretnék beszélni. Ez azt jelenti, hogy egy karaktert a titkosított szövegben mindig egy másik karakter fog jelenteni. Ennek a legelterjedtebb változata az a Cézár rejtjel. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy amit a köznyelvben Cézár rejtjelnek nevezünk, az nem ugyanaz, mint ami a Digitális Erő című könyvben jelenik meg Cézár rejtjelként. Ugyanis, ami a könyvben szerepel, az egy felcserélő titkosítás, amiről az előbb esett szó, de a valóságban a Cézár rejtjel az egy behelyettesítő titkosítás, és ez egyébként nagyon egyszerű, ez úgy épül fel, hogy felírjuk az ABC-t, hát általában a 26 betűs angol ABC-vel szokás ezt elkészíteni, tehát felírjuk az ABC-t, és ugye ennek nézzük az eltoltjait. Ugye mit jelent ez, amikor mondjuk B-vel kezdődik az ABC, és akkor az A a legvégére kerül. Hogyha C-vel kezdődik az ABC, akkor a legvégére az A, illetve a B fog kerülni. Ugye ezt a 26 betűs ABC-t, ezt összesen 26 féleképpen lehet eltolni. Ugye a 26. eltoltja az már önmaga megint, és emiatt ugye nagyon könnyű a feltörése, hiszen összesen csak 26 féle variációt kell végignézni, ezt akár kézzel is meg lehet csinálni. Itt tettem be egy konkrét példát, ezt a szót, hogy top secret, ezt le lehet titkosítani, mégpedig azzal az eljárással, hogyha azt az eltoltat nézzük, ami B-vel kezdődik, ugye akkor az A fog a legvégére kerülni, és akkor ezáltal meg tudjuk nézni, hogy az eredeti ABC-ben a T betűhöz mi tartozik. Ugye igazából az fog tartozni hozzá, ami egyel mögötte van. Itt megszámolhatjuk, hogy a T az hányadik, és itt is megszámolhatjuk, hogy az a szám az hányadik betűt fogja kiadni. Minden esetre ezt a szót, hogy top secret, ezzel az eljárással, ez az UPQTFDSFU titkosítja. De ugye látjuk, hogy ezt nagyon könnyű feltörni. Még mindig a monoalfabetikus titkosításnál vagyunk, de ezt az egyszerű titkosítási eljárást úgy bonyolíthatjuk, hogy bevezetünk egy kulcsot. Mit is jelent ez? Legyen például az a kulcs, hogy esik a hó. Akkor az eredeti ABC alá beírjuk ezt a kulcsot, és aztán azokat a betűket tesszük mögé, amik a kulcsunkban nem szerepelnek. Ezáltal tudjuk titkosítani a szöveget, ugye ismét titkosítjuk ezt, hogy top secret. Ekkor ugye megint megszámoljuk, hogy a T az hányadik betű az eredetiben, és a titkosító betű sorozatban is megszámoljuk, hogyha mondjuk a T, azt most bocsánat, nem fogom megszámolni, mondjuk, hogyha a 13., akkor itt is megszámoljuk, hogy mi a 13. betű, és ez fogja végül titkosítani az egészet. Így, hogy bevezetünk egy kulcsot, már nem 26 féle lehetőség van a megfejtésre, illetve a titkosításra, hanem rengeteg sok, és így ezt már szabad kézzel nagyon-nagyon nehéz feltörni. Azonban van ennek egy hátulütője, ugyanis minden nyelvben megvannak azok a betűk, amiket sokkal többször használunk az átlagosnál. Így egy titkosított szöveget, hogyha gyakoriságvizsgálatnak vetünk alá, tehát megszámoljuk, hogy bizonyos karakterek hányszor szerepelnek a szövegben, azt összevetjük azzal a tudásunkkal, hogy például a magyarban a leggyakrabban használt betűk az E, az O vagy a T, akkor könnyedén következtethetünk arra, hogy melyik karakter milyen betűt titkosított. Ehhez persze tudni kell azt, hogy az adott szöveg az milyen nyelven íródott, illetve ezek a gyakori betű előfordulások csak a köznyelvre vonatkoznak, tehát egy szakszövegben ezek a betű használati arányok, ezek egymástól lényegesen eltérhetnek.
Még mindig a behelyettesítő titkosításról beszélnék, de most a polialfabetikus változatáról, ami azt jelenti, hogy egy karaktert több más karakterrel titkosítunk. Ugye az előbb egy karakter csak egy másikkal titkosítottunk, de itt többféle karakterrel is lehet. Na most ennek a legelterjedtebb változata az az úgynevezett Wegenére tábla, és ez pedig a Cézár rejtjelen alapszik. Ugye ez azt jelenti, hogy a felső sorban fel van írva a 26 betűs angol ABC, és az alatta lévő sorokban pedig fel van írva az összes eltolt, ugye, ami B-vel kezdődik, ami C-vel kezdődik, és ennek segítségével fogjuk a titkosítást megcsinálni. Itt is kell egy kulcs, ami alapján a titkosítás elvégezhető. Ez ismét legyen az, hogy esik a hó, és a titkosítani kívánt szöveg pedig az, hogy top secret. Na, hogyan titkosítsuk akkor? Ugye, először is a T betűt szeretnénk titkosítani. Ugye az a kulcsunk, hogy esik a hó, akkor megnézzük, hogy az E sor, ami E betűvel kezdődik, ott mi az a betű, ami az eredeti T-hez fog tartozni. Ez az X. Ugye ezt leírjuk, akkor ezt a T betűt már titkosítottuk is, ez az X-el. Akkor következő lépésként megnézzük, hogy az O mivel lesz titkosítva. Itt az S sort kell nézni, hiszen az esik a hóban a következő betűnk, az az S, tehát megnézzük, hogy az S sorban, az S-sel kezdődő sorban mi tartozik az eredeti O betű alá. Ez lesz a G. Tehát így az összes betűt egyértelműen tudjuk titkosítani, és a visszafejtése kézzel az szinte lehetetlen, azonban számítógépek használatával már nagyon könnyen visszafejthető ez a fajta titkosítás is, tehát manapság már nem használatos, hiszen egyáltalán nem tekinthető biztonságosnak. Kicsit szeretném összefoglalni, hogy miről volt szó eddig, hiszen ezek voltak a régen használatos titkosítási eljárások. Ugye arra jutottunk, hogy ezek mind megfejthetőek számítógép segítségével, és a megfejtése az úgy működik, hogy a titkosító eljárást visszafelé alkalmazzuk, és így kapjuk vissza az eredeti szöveget. Természetesen ugye a számítógépek nagyon gyorsan számolnak, tehát nagyon könnyű ezeket megfejteni, így szükség volt egy olyan titkosítási eljárásra, ami számítógépek segítségével sem fejthető meg, és manapság is ezt használjuk, ez az RSA nevű titkosítás, ezt nyilvános kulcsú titkosításnak hívjuk, majd ezt a későbbiekben ki fog derülni, hogy miért nyilvános kulcsú, és ebben az a lényeg, hogy hiába ismerjük a titkosítási módszert, nem tudjuk a lépéseket fordított sorrendben alkalmazni. Ez is ki fog derülni majd az előadás folyamán, hogy ez miért van így. Minden esetre egyelőre fogadjuk el, hogy ez jelenti ennek a titkosítási módszernek a biztonságát, hogy nem tudjuk visszafelé alkalmazni a lépéseket. Ahhoz, hogy megértsük a nyilvános kulcsú titkosítást, néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni, illetve elmondom, hogy az RSA az a feltalálóknak a kezdőbetűjének az összeolvasása. Ugye Ron Rivest, Adi Szamir és Leonard Aldeman volt az értelmi szerző, 1977-ben közölték ezt az algoritmust, és hát azóta is ezt használjuk. A megértéséhez szükséges fogalmak, ugye a prim szám, hát prim számból tudjuk, hogy végtelen sok van, és az a lényegük, hogy csak egy, illetve önmaga az, ami osztja őket. A következő fogalom az a relatív prim. Ugye itt azt vizsgáljuk, hogy két számnak egymáshoz képest van-e közös osztója az egyen kívül. Hogyha nincsen, akkor ezek relatív primek. Ilyen például a 4-9 páros, vagy a 8-15 páros, hiszen a 4-nek és a 9-nek az egyen kívül nincsen közös osztója, de rengetegféle példát lehetne itt is elmondani. A következő fogalom
az a moduló M osztás. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha egy számot elosztunk egy másikkal, akkor mennyi maradékot fogunk kapni. Az egyáltalán nem érdekel minket, hogy az osztás az hányszor van meg benne, minket csak az érdekel, hogy mennyi maradékot fogunk kapni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy 10 moduló 4, akkor az 2-vel lesz egyenlő, hiszen hogyha a 10-et elosztom 4-jel, az valahányszor megvan benne, teljesen lényegtelen, de 2-t fogok maradékul kapni. És végül a legutolsó fogalom, az az Euler-féle phi függvény, ami azt próbálja meghatározni, hogy ha mondok egy számot, például azt, hogy 5, akkor 1-től 5-ig hány olyan szám van, ami az 5-höz viszonyítva a relatív prim. Most nagyon könnyű dolgom van, hiszen az 5-ről tudom, hogy prim szám, ezért hozzá 5-1, azaz 4 darab relatív primet tudok mondani, hiszen az 1 és az 5 az relatív prim, a 2 és az 5 szintén, a 3 és az 5 szintén, a 4 és az 5 ismét, azonban az 5 és az 5 egymáshoz viszonyítva már nem, hiszen nekik van egynél nagyobb közös osztójuk, ami az 5. Tehát le tudjuk vonni azt a következtetést, hogy egy prim számnak a hozzátartozó phi függvénye az mindig egy p-1 számmal lesz egyenlő. Jó, és akkor most szeretnék végigvinni egy RSA titkosítást. Először is különböző számokat kell meghatároznunk ahhoz, hogy a titkosítási eljárásunk működjön. Első lépés az, hogy választunk 2 darab prim számot. Ez teljesen ránk van bízva, hogy mit fogunk választani. Én most az 59-et és a 97-et választottam. A következő lépés az, hogy ezt a két számot összeszorozzuk. Ekkor megkapjuk az 5723-at, és meghatározzuk ennek az 5723-nak a hozzátartozó phi függvényét. Mivel két prim számot választottunk, ezért nagyon könnyű ez a phi függvény meghatározása, hiszen p-1-szer q-1, tehát 58-szor 96 lesz a phi függvény értéke, ami ez az 5568. Második lépés, kell választani egy olyan számot, ami relatív prim a p-1-hez, tehát az 58-hoz, illetve a q-1-hez képest is, tehát a 96-hoz képest. Itt is rengetegféle lehetőségből választhatunk. Nekem a 73 az egy szimpatikus szám volt, úgyhogy én most a 73-at választottam, de bármilyen más számot, amire ez a feltétel teljesül, ugyanúgy lehetett volna választani. Harmadik fontos lépésként ki kell számolni egy olyan F számot, amire ez az egyenlet fog teljesülni, hogyha megszorzom a 73-mal, és elosztom az 5568-al, akkor egy maradékot kell, hogy kapjak. Ez az F szám, ez egyértelműen meghatározható, ezt most nem szeretném levezetni, hogy miért, mert nagyon sok időt venne igénybe, de most fogadjuk el, hogy ez az F szám, ez kiszámolással megkapható, hogy 4729. Ugye a két prim számot, illetve az E számot, azt választottuk, az F az már egyértelmű, azt kiszámolással tudjuk meghatározni. És most, hogy már megvannak ezek a számok, következő lépésként az N, tehát az 5723, illetve az E, a 73 számainkat nyilvánosságra hozzuk, akár kiírhatjuk a honlapunkra, vagy kiplakátolhatjuk, teljesen mindegy, de az F számot, amit kiszámoltunk, ezt titokban kell tartani, ezt senkinek nem szabad elmondani, és ezáltal, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket a számokat, ezért hívják ezt a titkosítási eljárást nyilvános kulcsú titkosításnak. Oké, kiírtuk a honlapunkra a számainkat, és akkor várjuk, hogy valaki küldjön nekünk üzenetet. Tamás például szeretne nekünk üzenni, el szeretném mondani, hogy a kriptográfus nő neve Susan. Ahhoz, hogy ez egy RSA-val titkosított üzenet legyen, ugye neki ezt először is számokká kell átírnia, ezt az üzenetet. A legnyilvánvalóbb átírás az az, hogy az A-t azt 01-nek, B-t azt 02-nek, stb. Z-t 26-nak választjuk. És ezzel a fajta átírással megkaptuk ezt a nagyon hosszú számsort, de ez az üzenet, ez még nem titkosított. Ezt kell nekünk titkosítani.
Ekkor Tamás megnézi az általunk közzétett N, illetve E számokat. Ugye az N az az 5723 volt, és látjuk, hogy ez 4 karakter hosszú. Ahhoz, hogy az üzenet visszafejtése számunkra egyértelmű legyen, ezt a hosszú számsort, ezt 3 hosszú részekre kell tagolni, azért, mert hogy ez 4 hosszú, és 4 hosszú, vagy annál hosszabb tagolás nem lehet, mert akkor nem lesz a visszafejtés egyértelmű. Oké, az első ilyen hármas tag az a 0-10, illetve hát ez 10, ugye, és Tamásnak az lesz a feladata, hogy minden ilyen hármas blokkot felemel az E szám hatványára, az valami, és elosztja 5723-mal, ez megvan benne valahányszor, nem érdekes. A fontos az, hogy mennyi maradékot fog adni. Az első tagot azt itt ki is számoltam, itt, hogyha elvégezzük a hatványra emelést, illetve az osztást, akkor maradékként 996-ot fogunk kapni. És akkor nyilván ezt minden ilyen hármas blokkra el kell végezni, és akkor Tamás már titkosította is az üzenetet, és ezeket a számokat fogja nekünk elküldeni, hogy 996, 280, 2045, stb. És ez lesz az az üzenet, amit rajtunk kívül senki nem fog tudni se értelmezni, se visszafejteni, hiszen a visszafejtésnek a kulcsa, a titkos F kulcsunk, amit ugye nem tettünk közzé a honlapunkon, meg nem plakátoltuk ki, azt csak mi tudjuk, és az F kulcsunk segítségével fogjuk mi megfejteni az üzenetet. Hogy is működik ez? Ugye megkaptuk ezeket a számokat Tamástól üzenetben. Az a feladatunk, hogy ezeket a számokat fölemeljük az F hatványra, és ennek a hatványnak az értékét elosztjuk az N számunkkal, ugye ez volt az 5726, ha jól emlékszem, és megnézzük, hogy mennyi a maradéka. És érdekes módon a maradékok azok az eredeti üzenetet fogják visszaadni. Tehát, most vissza is lapozok, igen, itt látjuk, hogy az eredeti üzenet az 0-10, 0-11, stb. És mi is ezt kaptuk meg maradékokként, hogy 0-10, 0-11, 180, stb. Innentől kezdve már csak az a dolgunk, hogy ezt a számsort, ezt ismét betűkké alakítsuk vissza. Ugye nyilván, hogyha ezzel az A egyenlő 01, B egyenlő 02, stb. Átírással történt a betűk számokká kódolás, akkor nyilván visszafele is ezt ugyanígy kell kódolni, és ezek alapján vissza is kaptuk az eredeti üzenetet, ami ugye az volt, hogy a kriptográfus nő neve Susan. Tehát az RSA biztonságát mi is adja? Ugye az, hogy 2 számot nagyon gyorsan össze tudunk szorozni számítógépek segítségével, az osztásműveletek is gyorsan elvégezhetőek, tehát a titkosításnak a folyamata az nagyon gyors. Azonban, hogyha van egy számunk, akkor nem tudjuk, hogy mik az osztói. Úgy tudjuk egy szám osztóit meghatározni, hogy elkezdjük végig sorban a számegyenesen nézni, hogy a 2 osztója? Nem. A 3 osztója? Nem. Stb. Így végig mehetünk nagyon sokáig a számegyenesen, amíg találunk egy osztót. De ez az eljárás, hogy végig próbálgatunk valamit, ez iszonyatosan lassú, és ez fogja az RSA-nak a biztonságát adni, hogy egy számnak nem tudjuk meghatározni az osztóit, csak nagyon-nagyon lassan. És ezáltal a feltörése nagyon lassúvá válik. Tehát nem az adja a titkosítás biztonságát, hogy nem lehet feltörni, hanem az, hogy a feltörése nagyon sok időbe telik. Gondoljunk bele, hogy például terroristák leveleznek egymással, hogy a jövő héten hol fognak robbantani. Ez nagyon jó, de hogyha az üzenetet csak 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva fejtjük meg, akkor a tartalma az irreleváns. Tehát az a cél, hogy olyan sebességgel fejtsük meg az üzenetet, hogy még esetleg a tartalma ellen tudjunk cselekedni, de hogyha már bekövetkezett az esemény, tök mindegy, hogy feltörtük-e az üzenetet, vagy sem. Az RSA biztonságát tehát az adja, hogy nagyon sokáig tart a feltörése, és igazából
nem nagyon vannak még olyan technikai lehetőségek, amivel ez megvalósítható lenne. Nyilván kormányszervezeteknél vagy ilyen helyeken ez bizonyos esetekben megoldható, de az otthoni gépünkkel ez biztos, hogy nem. És itt még van egy fogalom, amit azért szeretnék elmondani, hogy feltörhetetlen algoritmus az nincs, hiszen véges sok variációs lehetőség van, hogyha végig próbálgatjuk az összes lehetséges esetet, akkor abból biztos, hogy az egyik a megoldás lesz. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az RSA biztonsága az nem abból származik, hogy nem lehet feltörni, hanem abból, hogy rengeteg ideig tart. És akkor foglalkozunk egy kicsit a jövőbeli kérdésekkel. Ugye most csak azért lassú a visszafejtés, mert egy számnak nem tudjuk gyorsan meghatározni, hogy mik az osztói. Azonban ezt még igazából nem tudja senki sem, hogy létezhet-e egyáltalán egy másfajta eljárás egy számosztóinak a meghatározására. A sejtés az, hogy igen. És őszintén szólva ez elég nyugtalanító, hiszen ez azt sugallja, hogy majd később lesz egy olyan algoritmus, ami gyorsan meg fogja határozni egy számnak az osztóit, és hogyha eljön ez a pillanat, akkor ez az RSA algoritmus, ez onnantól kezdve pillanatok alatt visszafejthető, és nem lesz biztonságos. A probléma ezzel az, hogy jelen pillanatban a legjobb titkosítási eljárás, amit ismerünk, ez az RSA algoritmus, tehát hogyha a legjobb sem biztonságos, akkor egészen egyszerűen nem fogunk tudni biztonságosan titkosítani. Illetve az a probléma, hogy hiába foglalkoznak ezzel a matematikusok ennek a problémának a megoldásával, valószínűleg nem érdemes ezzel foglalkozni, hiszen híressé biztosan nem válhatunk, mert hogyha rájövünk erre az algoritmusra, az annyira fontos és annyira meghatározó, hogy államtitoknak minősülne, tehát senki nem fogja megtudni, hogy mi milyen okosak vagyunk, és hát ugye azért lenne ez államtitok, mert hogyha feltörhető lenne nagyon gyorsan az RSA, akkor az e-mailjeink, a banki számláink, minden adatunk az azonnal nyilvánosságra kerülne, vagy legalábbis bárki hozzáférhetne. Tehát ez a tudás, ez egy nagyon veszélyes tudás, úgyhogy általában azért az emberek ezzel csínyen bánnak, a matematikusok keresnek inkább egy másik problémát, amin lehet gondolkodni, mert ezen talán annyira nem kifizetődő. És akkor néhány alkalmazásra szeretnék példát mondani. Ti is használjátok az RSA titkosítást, még akkor is, hogyha esetleg nem tudtok róla. Ugyanis a biztonságos weboldalak azt az RSA titkosítást használják. Onnan tudjátok, hogy ilyen weboldalon vagytok, hogy HTTPS-sel kezdődik a weboldal, nem pedig HTTP-vel. Ez az S betű jelenti azt, hogy biztonságos a weboldal, ilyen például a Facebook, a Gmail, a banki oldalak. Maximum ebből annyit lehet észrevenni, hogy az adott oldallal történő kapcsolatfelvétel az talán az átlagosnál esetleg lassabb lehet, de minden esetre azt még érdemes tudni, hogy amikor a számítógép kigenerálja ezeket a prímeket, ugye amikor a példát néztük, akkor kétjegyű prímekkel számoltunk. A valóságban a számítógépek 200 jegyű prímeket választanak, és ezekkel végzik el a műveleteket. Illetve a katonasságnál ennél nagyobb biztonságot használnak, ott 400 jegyű prímekkel végzik a számolásokat. Hát belegondolhattok tényleg, hogyha összeszorzunk két darab 200 jegyű számot, akkor kapunk egy még nagyobb számot, és annak az osztóit, hogyha úgy próbáljuk meghatározni, hogy megnézzük, hogy a kettő osztja nem, a három osztja nem, tehát hogyha így megyünk végig, az valóban egy iszonyatosan lassú eljárás, de egyelőre emiatt biztonságos. És hát az a kérdés, hogy vajon meddig lesznek még titkaink, vagy hogy egyáltalán már az is lehet, hogy most sincsenek, hiszen senki nem tudja, hogy az az algoritmus létezik-e már, ami a számoknak az osztóit gyorsan meg tudja határozni. Szerintem nyugodjunk meg abban, hogy még vannak titkaink, és még senki nem fér hozzá az üzeneteinkhez, de ez nem tudjuk, hogy meddig fog így maradni. Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.